Sok szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket, mondd én vagyok, nemzetközi jósnő és médium. A ma estét meg szintén velem fogják együtt tölteni, és amit kértek tőlem, hogy a februári hónapban mi várható itt a csillagi egyben született embereknek. Gyorsan is kezdjük, nem húzom a szót, kezdjük a kosokkal. Kosoknak, ugye pénzügyi területen, szerelmi területen, anyagiakban és egyéb más területen mi az, ami várható? kosoknak, na hát nézzük, szerelmi területen, én úgy látom, hogy nagyon, de nagyon érzelmi, dús lesz. Fognak valakivel találkozni, akiknek nincs párjuk, mindenféleképpen találkoznak valakivel, illetve az őszi időszakban is jön egy előre jelző lap, hogy ha most nem találják meg az igazit, akkor őszi időszakban viszont be fog jönni neki egy olyan ember, akikkel együtt tudnak élni. Pénzügyi területen. Pénzügyekre elég jól állnak a lapok, akiknek netán nincsen munkájuk, nem kell izgulni, munkájuk ö, akadni fog, lehet, hogy csak március-április környékén, de már az előszele megvan, már most behívhatják munkahelyre, már most tudnak előre menni, ö, tudnak fejlődni. Akiknek van munkahelyük, azoknak marad, tehát a stagnálás van benne a lapokban. Ö, nézzük azt, hogy... Ö, Hát ez sajnos ez, ez, úgy jött le, hogy ez családdal kapcsolatos dolgokban valaminek a megindulása, valaminek az előterjesztése érdekes, hogy a februári időszakra mondtam, viszont ez eléggé belenyúlik ebbe az évbe. Ez azt jelenti, hogy nagyon fontos lenne, hogy most pakolják le az alapköveket, gondolják, hogy mit szeretnének, és utána ez a februári hónapban, és a jövőben meg tudják valósítani. Ami nekem egy kicsit furának jön ki, a, amire nem vár a kós, ez a túlságosan elgondolok valamit, elintézek valamit, biztos, hogy nem úgy fog történni, ahogy ő ezt eltervezte. Kapkodásból, türelmetlenségből problémája lehet a kosszegyű embereknek. Egyet kérek szépen, gondoljuk át, aludjunk rá két-három napot, és utána kezdjük el megvalósítani azt, vagy kivitelezni, amit igazán szeretnénk. Tehát akár egy hivatalos ügyel kapcsolatos dolgok van, akár egy családdal kapcsolatos ügyük van. Na nézzük. A bikáknak mi várható februárban? A bikák elég érzelemdúsak lesznek szintén. Elég nagyon jó lapokkal jön le a bikának a párkapcsolata. Itt ugye szerelmi oldalról a megállapodás, a kötődés, az együttélés, ahol problémák vannak. Tehát, hogyha netán házasság van, felmerülnek, válnak, nem válnak, nem kell izgulni, most még szinten tudják ezeket a dolgokat tartani, később fog beérkezni a probléma, ezt majd később kell kezelni, tehát a februári hónap nem az a hónap lesz, amikor cselekszünk. Pénzügyi területen bikák, rettentően jó állapjuk. Tehát az munkaszemszögéből bármilyen plusz munka, akár bármi, amit, amit el tudnak vállalni, amit elgondolnak, bejöhet az életükbe, anyagi területen tudnak előre menni, csak ne görcsöljenek, ne ragaszkodjanak annyira a pénzhez, mert egy a görcsöléssel elég sok problémájuk akadhat. Ami nekem érdekes, itt kimondottan a nőknek szólnék, hogy a problémáinkat dobják már maguk mögé. Ne a múltba forgolódjanak, mert rengeteg a jegyű nő a múltban forgolódik. 2017-ben ezt már februári időszakban nem engedjük meg. Lezártuk a 2016-os évet, engedjük el magunk mögött. 2017-es februárban előre nézünk pozitívan. Ha nem, sajnos magunkra húzzuk a negatív oldalakat. Ami nem várt esemény, váratlan pénzkiadás. Ami bejön pénz, ugye, mondtam, hogy plusz munkával jöhet önöknek pénz, nagyon jól tudnak majd előre menni, sajnos a bikáknak hirtelen váratlanul az év második felében viszont váratlan kiadásuk jöhet. Érdekes, februárra mondtam a jóslatot, és mégis a lap egy kicsit előre viszi ugye, az előrejelzéseket. Nézzük az ikreket. Ikerjegyű embereknek mi várható? elég izgalmas, mert nagyon sokan szokták ezt nézni, és ezt kimondottan kértek tőlem, hogy havi lebontásba hozzam a dolgokat. Jó, na nézzük akkor ikreknek. Munkaterülettel indul, nem is érzelmi oldallal az ikreknek nagyon fontos lesz oda nézni a munkájukra, nagyon jó lehetőséget látok, viszont valamit először le kell zárniuk, maguk mögött kell hagyni a régi munkahelyüket, a valamit olyan változás, ami a szabadságát jelenti, a függetlenségét, Ugye nagyon sokan alkalmazásban állnak, ugye cigeknél, hivataloknál, mert semmi baj nincsen. Én úgy gondolom, hogy akik ott vannak és jó érzik magukat, maradjanak, akik meg akarják valósítani magukat, azt viszont februárban elkezdhetnek nézelődni. Egyelőre csak nézelődés van, mozgolódás nincs. Szerelmi életben fantasztikus lapja van az ikerjegyő embereknek. Én mutatom is. Az érzelmi oldal karmikusan szerelem, főleg a nők oldalára, tehát annyira felletnek villanyozom, hogy érdemes lesz erre odafigyelni, érdemes lesz ismerkedni, érdemes lesz több időt tölteni, ugye akár ugye szorakozó helyeken, társaságokban nagyon jó lapjuk van érzelmi területre. Egészséggel kapcsolatosan gyomorra nagyon oda kell figyelni. Érdekes, hogy a, ugye az ikreknek azért nem a gyomorra tájékuk, de én javasolnám, hogy jobban figyeljenek. Akár itt tisztításra, akár ugye gyomorra kapcsolatosan ne egyenek csípőset, ne egyenek savosokat, azt mindenképp. Szerencse viszont nem biztos, hogy mellettük fog állni. Tehát itt most ugye szerencsejátékra kitekintve, csak mutatom itt a lapokat, szerencsejátékra most ne fordítsanak nagyobb hangsúlyt, nem, fognak, de nem fog úgy bejönni, akár ugye bármelyik típusa a szerencsejátéknak nem látok nagy nyereményeket érzelmi oldalra teljesen, teljesen jó lapjak van az ikreknek. Nézzük meg a rákjegyű embereket. Rákjegyű embereknek mi várható? 2017. februárjában a romantika, a szerelem, a szexualitás rettentően jelentkezik alapokban, Kicsit el vannak fáradva, kicsit ki égve, Viszont ez az új impulzus, amit most meg tudnak kapni februári, februári időszakban, ez fogja őnek, őket most tölteni. Én kimondottan javasolnám a szexualitást, hogy arra egy kicsit több hangsúlyt fordítsanak. Munkájuk. Sajnos, mint tudjuk, a rákok érzelmidős emberek. Ami az egyik oldalon működik, másik oldalon nem fog működni. Nézzék meg, csak fekete lapok vannak, tehát munkaterületén lehetőség szerint én annyit kérek, hogyha nagyon szerelmesek vagyunk, ez a rózsaszínköt ne essen rá a munkaterületére. Elfelejtjük elvinni a levelet, elfelejtjük feladni, csak mondok valamit irodám belül a csekeket, bármi jöhet, ne felejtsük el, ne legyünk rózsaszín ködbe. Az érzelem nagyon be fogja darálni a rákegyő embereket a jövővel kapcsolatosan hatalmas terveket szövegetnek, csinálják. Most, februárban nagyon jó időszakra lesz a ráknak. Azt, amit ő kitalál, nagyon jól le tudja alapozni, már folyamatban van, már meg vannak indulva, és, ezt még ebbe az évbe létre fogja hozni. Ez bármilyen új dolog lehet, ami munkával kapcsolatos. Kommunikáció nagyon fontos. Kinek mit mond? Bármit fognak egymás között beszélni, kollégákkal, barátnőkkel, ismerősökkel csalódni fognak a rákjegyű emberek. Hatalmasat fognak csalódni. Hogy ez baráti kör vagy munkatársi kör, nézzék, óvatosan most a szavakkal. Lehet, hogy jobban megnyílnak, pont azért, mert érzelmileg úgy érzik, hogy fel vannak tuningolva, ott a rózsaszín köd, és lehet, hogy egy olyan helyre mondanak információt, ahova nem kellene mondani. Jó, itt óvatosságra inteném. Kimondottan a rákegyű embereket. Nézzük meg az oroszlánokat. Az oroszlánoknak mi várható itt februári időszakban? Oroszlánok. Vezekedés alkalmanként, elbeszélünk egymás mellett a párunkkal, Hát egy kicsit ilyen nyögvenyelős lesz ez a február. Lehet, hogy ez a február 14-e jön a szerelmesek napja, lehet, hogy az oroszlánok egy kicsit csalódni fognak. Nem azt kapják, amit elvártak, lehet, hogy a rózsa helyett ugye szegfűt kapnak, ne lepődjünk meg. Jó, ez most nem arról szól. Tehát nem abban egy napon kell szeretni az embert, hanem az év minden napján kell szeretni ugye az oroszlánokat is, illetve az oroszlán is szeresse a, 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 a társát. Munkaterületén változások vannak előtérben, most csak az előszelét lehet érzékelni. Nem látok akkor a tragédiát februárba, de ebbe az évben biztos, hogy, hogy valami változás beütközik az ő életükbe. Nagyon pozitív lapja van az oroszlány embereknek ingatlan vásárlásra, ingatlanoknak az ügyintézésére. Ez kiemelkedően jó lap, és itt lehet is látni, egy, csak azért hagyom lent azt az egy lapot, mert ugye a változást hozza, tehát az lehet is látni, hogy bármilyen hivatalos ügyintézés, de ez akár lehet egy hitelfelvétel, egy hitelvisszafizetés, egy, egy hivatalos dolognak az elintézése, fantasztikusan jó lapjuk van rá, itt van benne, ugye a, a szerelem lapja az ilyenkor ügyintézésnél a sikereket takar. Én merem azt mondani, hogy az oroszlánoknak odafigyeléssel, jó együttműködéssel, megbeszélésekkel, tárgyalásokkal, Hivatalos ügyeket nagyon jól tudnak elintézni. Nézzük a szüzeket. Szűzügyű embereknek mi várható. Értőram területén. Szüzek a nők túl gyorsak lesznek, túl gyorsnak akarnak mindent elérni az érzelmi területen. Itt ideértve, akár egy karikagyűrű, akár egy, 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 anyagi helyzet, túl gyors az érzelmi impulzusok februárban nem szabad, kicsit lassuljunk. Rá fognak görcsölni, nem úgy fog alakulni a dolgok, ahogy ők eltervezik, onnantól kezdve jön ismételten a szorongás a szüzeknek. Ne szorongjunk. Hagyjuk, amit a jó isten nekünk rendelt, azt ugye úgyis oda fogja tenni az órunk elé, a szemünk elé. Fogadjuk el, Érzelmileg. Munkában nagyon jó lapok vannak, to, továbbra is törhetetlen. Hát a szűzek nagyon tudnak dolgozni. Itt a szűzényű nőkről beszélek inkább első körben. A férfiak azok, nem rosszak a férfiak, nagyon tudnak előre menni, de néha a figyelmük el fog kalandozni más irányba is. Tehát jobban fogja érdekelni őket egy autó, egy házvásárlás, egy baráti társaság, egy, egy szórakozás, tehát. A, a férfiaknak teljesen más, viszont kezekre, lábakra nagyon szépen megkérem a szüzeket, figyeljenek oda. Itt nem csak arról van szó, hogy egy baleset, hogy elesek, eltörhet, töreppethet, zúzódhat. Itt ugye akár egy vágás, akár egy, 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 egy ízületi gyulladás is beléphet, kérem önöket, hogy kicsit jobban figyeljek az egészségükre. Fantasztikus lapjuk van a szüzeknek a szerencsére. Tehát, hogyha most én valakinek javasolhatnék valamit szerencse területén, akkor a szüzetnek mondanám azt, hogy most elmenni és venni lottószelvét, totószelvét, bármit, ami szerencsével kapcsolatos, kaporos, és minden belefér. Tipping szeljenek, bármit csináljanak, baromira benne van a pénz a szerencse oldalán, és, és nagyon nagy reményekkel mondhatom azt, hogy februárban érdemes lenne nekik játszani. Illetve bárhonnan pénz érkezhet nekik. Na nézzük a mérleg embereket. Mérleg egy. Munka munkaterületén kiemelkedő, és olyan jó apja van a mérleg Bármit szeretne! kitervelni, elgondolni mindent. Én azt most azt mondom, érdemes belevágni a dolgokba, érdemes megindítani a dolgokat, nézzék, fantasztikus lapok vannak. Nincsen benne fekete lap, nincsen benne kérdőlap, nincsen benne közömbös lap, csak a pozitív oldal, fontos üzenetlapja, alapozás, folyamatosan vitelezzük ki, folyamatosan csináljuk a dolgokat, fantasztikus lapjuk van. Munka szintén. Tehát most nem is az érdelemi oldalról jön le jelenleg a lap. Ott van nekik benne halálbiztos változás munkaterületén, az, ami pozitív irányba visz minket előre, ott a szerencsélapja. tehát most a mérlegégyő embereknek 2017. februárjában a munkára oda lehet figyelni, aki változhatni akar, nyugodtan változhat, aki marad a munkahelyen, azt ugye elő, előmenettel, stabilitáshoz megjelenik a lapokba. Érzelmileg, nagyon sok nő csalódni fog a mérlegéjű pasiba. A mérlegéjű pasi nem tudja eldönteni, hogy mit csináljon. Maradjon a réginél, kezdjen egy újjá. Nem fog dönteni a mérlegéjű pasi februári hónapba. Tehát, hogy akinek párja és szeretője van, lehetőség szerint most februárban ne reménykedjen, hogy a pasi meghozza a döntést. Amikor ott a pasi döntést tud hozni, hála Istennek érzelmi terület jött le, és csak munkaterület a mérlegeknél, Nézzék meg, átbeszélés, átvarjelás, kicsi manipulálás, mert a férfiak nagyon tudják majd manipulálni a nőket. Én most egy kicsit óvatosságra inteném ezeket az embereket. Sokan azt fogják mondani, hogy fogjuk a fejünket. Sajnos benne van most a mérlegényeknek, hogy manipulációval tud majd előre haladni, előre menni. Nem rossz szakalapok, én a munkára fektetnek, fektetnék, most nagyobb hangsúlyt a mérlegényeknek. Nézzük a skorpiókat. kiesett a karma Ezt kint is hagyom, mert jelentőséggel bír. Nézzük meg. Érzelem területén. Én úgy látom, hogy nagyon jó időszakjuk lesz. Ö, itt van a februári időszak, érdekes, hogy, ugye, hogy azért mégis a tél vége. Mégis úgy fogja érezni, hogy nyárban van. Túlfűtöttség, szexualitás, ö, ö, teljesen fel lesz villanyozva, mint már azt érezni, hogy itt a nyár, hát még pedig nem vagyunk a nyárba, teljesen meg lesznek indulva, pozitív oldal. Annyi, hogy aki viszont ö, ismerkedni próbál új, új dolgokkal kapcsolatosan, teljesen pozitív, viszont ö, aki viszont kikacsingat, annak nem lesz pozitív alap. Ott van neki egy probléma alapja, nézzük csak meg. De váratlanul beléphet egy probléma a szerelmi életbe, aki kikacsingat. Pénzügyi dolgokra jó lapokra vannak, kiokoskodnak mindent, tudnak teremteni pénzt, Tudnak előre menni, szerintem a februári időszak nem annyira az ő hónapjuk lesz, tehát pénzügyi területen, inkább én egy nyári időszakot mondanék arra, hogy ott viszont nyáron nagyon jó, tudnak előre menni. Idősebb embernél, skorpióknál, akár férfi, akár nő, nagyon fontos, hogy az egészségre figyeljünk oda, mert váratlan élethelyzet beléphet, ami később tragédiával járhat, tehát ott egy kicsit több figyelmet az egészségre rágódás anyagi területen. Ugye azt, amit mondtam, a februári hónap nem az ő hónapjuk, sajnos egy kicsit rágódni fog, tudnak menni nagyon, tehát nem kell elkeseredni, csak valahogy a pénz ki fog folyni a kezük közül. Tehát lehet, hogy lefoglalnak egy utazást, lehet, hogy, hogy lefoglalnak bármit az életükbe, sajnos erre oda kell figyelni a skorpiójegyű embernek. 2017-ben. Nézzük a nyilasokat. nyilas jegy. Szerelem területén újítás, nézzük csak meg, újítás, viszont arra figyeljünk, hogy amikor belemegyünk egy pár kapcsolatba, és újítani szeretnénk, ott biztos, hogy van egy harmadik, vagy erről az oldalról, vagy arról az oldalról. Tehát itt a nyilasnak nagyon oda kell figyelni az elkövetkező időszakára. Pénzügy területen teljes káosz. Ott lesz mellettük a szerencse, de nem tudja élvezni a szerencsét, mert pénzügy területen teljes káosz fog magának csinálni nyilas jegy változtatás. Nagyon fontos lesznek a változtatás. Tehát most a februári időszakba a kis buksiába rakja a rendet, gondolját, hogy mit szeretne, és akkor viszont ezt az évet nagyon jól el tudja kapni, nagyon jól meg tudja oldani a munkahelyi problémákat és a párkapcsolati problémákat is. Ami nekem érdekes, hogy ingatlannal kapcsolatosan, a nyilasnak is jelentkezik a lapjába, hogy házal kapcsolat, felújítás, átszervezés, laminálás, bármi bejöhet most neki, elkezdhet alapozni, ezt lehet, hogy ebben a hónapban fogja kitalálni. Bak egy ember. Bakjegynek a párkapcsolatban a stagnálást hozza le, Nagyobb változtatni majd nem fog tudni, tehát az ott marad benne, ami most van, az marad is. februárban nincsen mozgolódás nekik. Munkahelyén hazugságok, hamisságok, vádolások, nagyon fontos lesz. Álljon bele és védje meg saját magát. Olyan dolgokat akarnak ráhúzni a bakhegyű emberre, ami nem valós tény. Lehet, hogy más helyett elviszük a balhét. Álljunk ki magunkért pénzügyi dolgokra nagyon jó lapja van, lelki oldalra lehet, hogy pont ebből adódik, a gyötörődés. Nem jó. Tehát most ebben a hónapban, februárba, 2017 februárjában a bakjegy sajnos küzdeni fog saját érzésével, saját problémáival, depresszióra való hajlamaz benne van a lapjában. Védje meg saját magát munkahely területén. Vízöntő. Vízöntő maga mögött hagyja a múltbéli dolgait, hála jó Istennek. Tehát most már le, eljut arra a szintre, hogy most már mer a jövőben gondolkozni. Tehát most jutottunk el arra a, arra a szintre 2017. februárjában, hogy végre meg lesznek egy megmozdulása. Végre nem az lesz, hogy a 2016, 2015 vagy 2014-es évben mozgolódik. Tehát itt most már elkezd elengedni a múltat. Anyagiakban feszültség látható nála, nem tudom, mint hogy nem lenne megelégedve az anyagai helyzetével, pedig jön neki a pénz. Stabilitás ott van mögötte, jön -e neki a pénz, aki munkára vár, annak meg lesz a munka is új tervek, új, új, lehetőségek nagyon jól állnak a vízönte embereknek. Egyet kérek, ne kapkodjanak, és amire viszont felhívnám a figyelmet, ugye párkapcsolat területén néha nagyobb lesz a szájuk, mint ahogy kellene. Ne tartsanak tükröt a párjuknak. Bárhogy van, bármi történik, most ez hatalmas konfliktus forrása lehet. Nekem mindegy. Az önök élete, folyamatos, felesleges veszelkedések fognak bejönni az ő életükbe, és itt van, erre voltam kíváncsi, Párkapcsolatba. Feleslegesen fújják a magukért. Nem kell tükröt tartani a másiknak a képébe. Jó, várják meg ezt az egy hónapot. Márciustól már nyugodtan csinálhatják, aki saját dolgaikat, nyugodtan annak tartanak tükröt, akinek kell. De most a februári hónap nem jó, mert rengeteg problémát fog behozni. És ez nem csak a, a párkapcsolatra értem, hanem ugye azt, amit középre lapot, ezt értem baráti körre is. Halaknak mi várható. üzenetlap a problémákkal. Nagyon szépen kérem most a halak halakegyű embereket, és akár a férfi, akár nő, ne engedjék, hogy becsap, ó, ne is engedjék, hogy becsapják önöket, nézzék meg. Ott van, elhúzzák az óruk előtt a mézes madzagot anyagi területen, fantasztikus lehetőségek, hó, most lesz ön milliómos, és utána jön a felébredés, hogy elnézést, így mondom, Billy a kezünk. Tehát ezt ne engedjék, hogy becsapják. Nagyon jó lehetőségnek tűnik a munka területén, teljesen el is fog menni abba az irányba, nem is tud mással foglalkozni, csak a pénz, csak a munka, csak a, csak a pénz, csak a munka. Ez lesz mindig a szem előtt. Ne tegye párkapcsolatát, maga mögött tudja hagyni úgy, hogy a pénzügyi dolog fogja őt elvinni. Hivatalos ügyekkel kapcsolatosan lehet értesítése problémája, én úgy látom, hogy ezt teljes egészében simán meg fogja oldani halaknak megint ott van, hogy megint szívvel gondolkoznak, használják itt a leszüket most. A februári hónapban nagyon fontos lesz. Hiába ugye a februári hónap, ugye vízöntő hónapja, meg a halaknak a hónapja. Én most azt kérem a halakat, hogy most lehetőség szerint egy kicsit nyugalom legyen, ne verjék át őket, nagyon meg fogja viselni. Tehát ott valamihez nagyon nagy reményeket táplálnak, és utána jön a felébredés, hogy haló, hát ez nem is úgy történt, ahogy kellett volna. Jó, munkába újítás, munkába előre én inkább az év másik felét látom azt, hogy, az, hogy ott az stabilabb lesz. Most egy kicsit ilyen ingováris talajon állnak a halak, érzelmileg nem rossz, tehát csak nem kellene ennyire nem foglalkozni a másikkal. Hát egy kicsit több odafigyelést igényel a társkapcsolat. Akik már egyedül vannak, én úgy látom, hogy ebbe a hónapba ismerkedhetnek, de még nem az igazi. Tehát ez a hónap, ez, ez nem biztos, hogy ismerkedésre jó lesz. Viszont ez nagyon gyorsan eltelt, ugye ez a 25 perc. Én most annyit szeretnék megkérni, hogy legközelebb is tartsanak velünk minden hónapban, ahogy önök kérték, ki fogom rakni önöknek, hogy mi várható március, április, május, június, tehát az év minden hónapjában, minden hónap elején, ezzel fogunk kezdeni, tartsanak velem. És köszönöm, hogy itt voltak, viszont látásra!